Mi várható a The Walking Dead 11. évadának 10. epizódjában? Végre megérkezett a The Walking Dead záró évadának második felvonása. Meg is kaptuk az első részt ebben az etapban, ami nagyon eseménydúsra és izgalmasra sikeredett. Eléggé izgalmas lezárást kapott az epizód, és több kérdés is felmerül, ott van például Negan, aki elhagyta a csapatot, és valószínűleg a saját útját fogja járni. De ezt vajon láthatjuk-e a 11. évadban, vagy Negan is saját sorozatot kap? Azt tudjuk, hogy a Negant alakító színész, Jeffrey Dean Morgan benne lenne egy saját sorozatban, és most itt lehet egy lehetőség erre. Megbízható a nemzetközösség? Kihagyhatatlan rátérni az egyik legfontosabb eseményre, ami a 9. részben történt. Már az előző évadban is láthattuk a nemzetközösséget, de most eljött az idő, hogy meglátogassák az alexandriaiakat. A rész végén megígérik a lakosoknak, hogy segítenek újjáépíteni a romokban lévő közösségeket. A 10. rész előzetesében azonban van valami, ami nem stimmel a nemzetközösségben. A következő epizódban látni fogjuk, hogy a szereplők meglátogatják a közösséget és munkát is kapnak. Elképesztő, hogy ez lesz a hálájuk a karaktereknek, hogy segítenek nekik újjáépíteni a porig rombolt lakóhelyüket. Azonban Carol eléggé furán viselkedik, miközben a nemzetközösségben tartózkodik. Nagyon úgy tűnik, hogy talált egy kiútot a falon túlra, és ez a vezetőknek nem tetszik. Meg is említi Pamela Milton, hogy akik nem tudnak beilleszkedni, azokat száműzni kell. Carol elképesztő, hogy kutatni fog Lance a kormányzó helyettes után. Sok képkocka árulkodik erről a trailerben, amikor Carol egy dokumentumot keres az egyik irodában, aminek nagy az esélye, hogy a kormányzó helyettes irodája. A kutakodásban lehet, hogy Daryl is segítkezni fog, akiről tudjuk, hogy a nemzetközösség egyik katonája lesz majd. Nagyon érdekes, hogy mi vár ránk. Jövő héten, azaz február 20-án kiderül. Neked mi a véleményed? Válaszod várok a hozzászólásban. Köszi szépen a megtekintést, szép hetet, hello!